Kívánok! Halas téma, sütés. Kilógok, hogy inkább az látszódjon. Ugye? Dög. Már be van sózva. Meg fokhagymázva. Fokhagyma granulátummal. Aztán gondolkoztam is, hogy hogy csináljam, mint csináljam, mert ugye van ez a vajas téma, meg a zöld fűszer. Hát most zöld fűszer, ez nem is nagyon van. Aztán úgy gondoltam, hogy klasszik. Lehet, hogy most sokan azt mondják, hogy nem így kéne, meg nem úgy kéne a pisztelenkot, de ez bizony paprikás lisztbe lesz megsütve. Úgyhogy nem tudtam beletenni kasztrolyba a olajat, mert ugye nem fér bele a hal akkor. Hát ez, tehát ez mekkora? Hát én így mérek 23-at, ez meg még biztos több, ez meg még 13, 35 centi. Hatalmas nagy állat. Na, sikeredett. Gyönyörű, szépen ki van. Zsigerelve, vagy ki... Igen, átmostam amúgy, de hát... Lehet, hogy másik kamerát, vagy kézemmel megfogom a kamerát, meg kihúzom a... Nem húzom ki a dugót, mert biztos megáll akkor. Már az olaj. Már az olaj, már az olaj. Megfővik. Kis szemérést teszünk, de látszódjon neki. Sőt, kicsit szórunk a belsejébe is. Aztán már ezt onnan kiszórunk, csak hadd tapadjon oda egy kicsi. Hát nem tudom, elég drága amúgy a pisztráng, mert most a Lidibe 2000 forint kilója. Hát én megmondom az őszintét, egy nappal előtte, hogy lejárt a mandátuma. Én akkor vettem fél áron, tehát én úgy gondolom, hogy ennek aztán igazándiból túl nagy baj nem lehetett. Tehát nem is teszem már, de már nincs annyi kezem. Ó! Fűrészes találkozom, meg mi már nem, hát na hát! Kírom a szemem, mert nem látok. Fűrészelni kell, találkozom. Hogy becseppentem én is, azt kérdeztem, hogy na mi lesz, hogy lesz, ki mondja. Mondom, hogy akkor igen, megyek, így Gábor, meg hát, nem is hitte is, meg nem is amúgy. Én már mába beszéltem haverral. Hívtam, nem vette fel, mert kint vannak az erdőn. Fát vágni. Mondom neked, figyelj már, jövő hét szombaton, mit csinálsz? Azt mondja, be mit csináljunk, mert mindig ő is amúgy benne van minden hülyeségben. Mondom neki, hogy fizes abonyban lesz egy ilyen tekergő, meg már lesznek ott ilyen így által ismerősök. Azt mondja, egy nap? Hát mondom, egy nap. Menjünk, ennyi volt. Ennyi volt. Mondtam neki, hogy lehet hozni fűrészgépet. Ő azt mondja, már utálja a fűrész, nem akar vágni, meg semmit sem akar, úgyhogy nem, ő nem hozza, azt mondja, nem hozza a gépet. Mondtam, a videóban írtam, hogy van neki 60-asra, meg van 260-as, és van 3, azt hiszem. Hát így foglalkoznak ilyen témával, ilyen favágással, és akkor végül is ennyi. De szarul esettem, úgy komolyan mondom, hogy mikor megírtam, és Gáboron láttam, komolyan, az jó ember is felé vagyok, láttam, hogy hát hiszi is, meg nem is. Jó, a kerékpározás persze vicc volt, mert elmennék amúgy oda simán, de akkor ott kell, hogy aludjak, mert 80 kilométert letegelsz, utána már nem jössz haza. Meg amúgy főznék is, de már most itt láttam, hogy izé lesz gulyás főzés, meg minden. Hát akkor, ugye most. De még azt még nem tudom, csak az a baj, hogyha főzök, akkor egy az, hogy ugye mindenféle időjárásnak ki vagy téve, szélnek, ugye tüzelni kell alá, aztán, meg hogyha főzöl egy aragot, akkor kieszik, meg ki nem eszik belőle, ugye ez az izé is. Mert annyit meg nem tudsz főzni. Mert én írtam is a videó alá, hogy én 20 főre simán megfőzném a slambucot, van itt nekem egy nagyobb bacska, jó, bele kell kapaszkodni. Abba úgy szoktam, hogy 1 kg szalonna, 2 kg száraz tészta, 5 kg krumpli. Ez az arány. Ezt így szoktam csinálni. Az már jó adag. Mert ugye slambucban nem annyit teszik az ember, hogy púpostálja, nem makaróni ez, hanem jó, egy laktatós kaja. De, na mindegy, addig még majd lesz valahogy. Meg a haver az úgyse iszik, úgyhogy én nekem lehet tintázni. Bár nyilván nem ész nélkül, csak ésszel. Na, akkor megnézzük ezt a
az olajat. Megállítom amúgy. Na itt vagyok már serpenyőnél. Hát nem serpenyőbe sütöm, hanem egy tepsibe. Mert ugye nem fér bele. Megpróbálom már majd úgy mutatni, hogy jó legyen. Na. És akkor ez így. Egyik oldal. Megint kiment az olaj, mert igen, mostanában eléggé összeszoktam baszni itt a konyhai ízét, de mindegy, hát megtakarítom én. Na, megállítom. Itt vagyok, a kezemet elővetettem magamnak. Pedig a megfordulászhoz. Nem a találkozó miatt, amúgy ne oda vagyok beírva péntekre. Vagy nem péntekre, hanem 18-a. Kedd? Azt sem kedd. Slambuc főzésre visszatérve. Van én nekem egy ilyen kis mobil, kis kályhácskám, amit amúgy el tudnék vinni. Meg bográcsot. Majd lehet, hogy csinálok róla egy videót, azt majd megkérdezem közkívánatra. De csak akkor, hogyha valami odafele, valami olyan helyre tudok, ahol lesz valami hűvös, vagy árnyékos, mert amúgy nagyon meleg lesz amúgy, 30 fokot mond, 31 fokot, ahogy néztem. Úgyhogy jó lenne. Jaj, már most ez megsült az egyik. Ez a legnagyobb. Halacska. És megsül a kicsi. Meg a... mi ez? Na nézed már, Balint. Balint. Szépen feltállalom én majd magamnak. Na kijöttem már, mert annyi is hazért közben. Megsült a hal, meg mondom, hogy jobb fények vannak. Megmutatom már. A tálalás elmaradt. Egyébként... tudom, mennyire látszik amúgy. Megpróbálom már úgy mutogatni. Hát ez a nagy, ez biztos több, mint egy fél kiló. De meg a balén. Jó néz ki. Bár biztos van, aki azt mondja, hogy szentségtörés paprikás lisztbe, de szerintem jó lesz. Nekem jó lesz. Meg szerintem anyámnak is, meg a bámnak is. Még az a Facebookon való be regisztrálásra majd valaki majd még mondjon már valamit nekem, mert vagy tegnap kérdezte Gábor, hogy akkor mi, és akkor ő mondta, hogy akkor 2+, hogy akkor most mi be vagyunk. Mert ugye talán zárt csoportban van ez a fűrészes. Valamit majd nyomjatok már, valami írást, vagy olvasást. Jó, hogy vágyat a víztránkhoz. Nekem és a családomnak. Még már lehet tolok egy videót.